Tökéletes. Szóval! Úristen, az mi? Wow! Szevasztok, én Csepú vagyok, és visszatértem a Hello Neighbor folytatásával, az Act 3-mal, és az Act 3-nak a második részével, vagy második videójával. Lehet, hogy ez nehezebb lesz, mint gondoltam. Szóval az előző rész alá jött egy csomó komment, hogy ez lesz a legnehezebb rész, a többi közül, már gondoltam, hogy ez lesz a legnehezebb, de hogy ez így ilyen nagyon-nagyon nehéz lesz. Viszont jött egy csomó segítő komment, meg én is utána néztem egy csomó dolognak, és így... Azt a jó... Na mindegy, itt lennék a következő résszel, és megpróbáljuk együtt megcsinálni, megfejteni a titkot, mert most már tényleg kíváncsi vagyok rá, nem érdekel, megcsináljuk. Amúgy el kell jutnunk abba a dobozba is, vagy abba a valamibe is, mert ott is van valami, meg ezt ki kell majd kapcsolnunk. Valahogy, meg a fenti generátort is, aminél ugye ott volt a kulcs, azt nem tudjuk leszedni, úgyhogy meg hát az is fontos, hogy éjjel vagy nappal van. Erre is rájöttem, tehát vannak olyan ajtók, amik csak nappal nyílnak, vannak olyanok, amik csak éjjel, meg egy csomó minden teljesen máshogy működik nappal, meg éjjel. Ah, hol? Nem, menjél, nem! Ah. Ide felmegyünk és meg lehet próbálni, most igazából nem emlékszek, hogy ez hol volt ez a szoba, de volt egy olyan szoba, ahol ilyen dinnyék voltak, nem tudom, valamik voltak, és így dobálták, így köpködték ki fel azokat a hülyeségeket, és azok a karokat mozgatták. De ezt meg kéne valahogy csinálni, hogy visszakapcsolódjon az összes kar, és azzal megnyitni azt a cuccot. Meg ahhoz is, meg a vonatot is valahol meg kell keresni, be kell kapcsolni, és akkor le tudjuk ezeket a fákat törni, innen is ki tudunk menni, úgyhogy... Aha, ott van valami... jelölés... Ó, ja, itt még nem voltam! Yeah, és igen, itt van ez az ajtó, ami... és ami pont éjszaka nyílik, hát ez nagyon jó. Akkor lemegyünk ahhoz a dobálós szarsághoz, mert engem már idegesít. Ide visszajövünk éjszaka, kinyitjuk az ajtót, és akkor meglátjuk, mi van bent. Ide meg kéne próbálni leugrani. Hopp, na szóval... itt már voltunk, és nem nagyon tudtunk semmit csinálni. Meg elvileg ez a torta szeletekkel is kell kezdeni majd valamit, úgyhogy... nagyon jó. Igen, ezeket nem lehet kikapcsolni, szóval valamivel el kell torlaszolni őket. Aha, akkor szerzünk valamit. Ó, egy doboz. Egy dobozunk már van, ez nem sok, de... De már van egy dobozunk. Aha. Ez működik? Nem. Ugye, ide. Nem! Új, már nem a dobozokat. Nem! Jó, nem, jó, jó. Tökéletes. Szóval... én nem akartam jönni. Ezt meg kéne próbálni megdobni valamivel. Mondjuk itt egy távirányító. Ó, yeah! A dobozaim... Jó, akkor egyesével hozzuk ide a dobozokat. Nekem mindegy, megoldom én úgy is. Ha! Ne! Jó, yeah! Megvannak a dobozok! Egy, kettő, három, négy! És ez most mit csinált? Valamit bekapcsoltam. Valamit. De nem tudom még, hogy mit. Úristen, az mi? Eddig nem néztem még csak felfelé, és nem vettem észre, vagy ez most került ide? Inkább az első, de hogy úr is jó. Ez mi?
ezt jól neki nyitni. Hogy nem lehet. Ó, hogy letört róla. Ó, yeah. És most már van szökőkutunk. Ez tök jó. Vagy ez ami valahonnan leengedi a vizet. Ez valahonnan leengedte a... Hol nem voltunk még. Erre meg kéne próbálni ráesni. Megvan a vonat! Wow, de jól néz ki, azt a rohadt! Akkor ide kéne valahogy bejutni és elindítani a vonatot. Még egy valami, amit elfelejtettem, ezt is mondtátok, hogy meg lehet szerezni azt a feszítővasat, viszont az ott volt abba a szekrénybe, ahol zállatos volt az a cucc, az meg tudom, melyik szobában van, úgyhogy meg kéne próbálni elmenni. Valahogy le kell szedni a mágnessel azt a feszítővasat, és le kell hűteni, és akkor tudjuk használni. Tehát annyira, tehát olyan dolgokat találtak a játékba, akik készítették, hogy olyan pici dolgokra, meg annyi mindenre kell figyelni, tehát hogy... na mindegy. Ezt az ajtót még úgy tudom kinyitni, hogy meg lehet próbálni odaugrani oda lentre. Ha! Yeah! Itt vagyunk! Haha! Erre még nem is voltam. Ó, találtuk még egy ajtót! Tehát ez nagyon jó! Eloka? Aha, hogy ezt nem tudom kinyi... Itt egy lámpa, mi a franc? De miért nem tudom ki... El van tovább szólva. Hát, az nagyon jó. Itt ez a szobor. Na várjunk. Lát, az... Nem. Van egy szobrom, menj meg az életem, te szobor, yeah! Ha, most már nem látsz, na mi van? Yeah, megmutatta az életem, mint ez a szobor. Ó, van egy szobrom. Erre mi van? Nem áll zárva van az ajtó. El van tóla szó, de megvan a vonatnak a izéje. Megvan a vonat, meg ez a szoba, ami vezérli. Azt van gondolom a pályája, hogy merre megy. Wow. Meg erre is van. Ja, hogy erre le lehet zuhanni. Az nagyon jó. Wow, mint valami űrállomáson. Azt rohadt. Ó! Elindítottuk a vonatot! Ez az! Jej! Megy a vonatunk! Haha! Megy a vonat. De szembe betörni ezt az ablakot amúgy valamivel? Van nálam doboz. Ha! Au! Hát ezt nem. Ezt az ablakot nem lehet betörni és leesett a dobozom. Ó, nem áll. Itt nem is tudunk kimenni. Hát akkor nincs más út, mint lefele. Ha! Yeah! Nincsenek amúgy nagyobb dobozok, tehát hogy ezeknél. De, vannak nagyobb dobozok. Ho-ho-ho-ho. Egyiket ide rakjuk. Itt egy labda. Nem jössz, szomszéd. De! Uffa! De legalább este van, és be tudunk most már menni azon az ajtón is. Úristen, mennyi kamera, de miért? Én pedig kikapcsoltam azt a megfigyelő szobát. Mi a franc? Ja, itt vagyunk az éjszakai ajtónál, ezzel meg lehetne próbálni bemenni. Ne bagolj! Szóval. Wow, kinyílik ez az. Aha, itt van még sütiszelet. Szóval itt a nappali ajtó, amint csak nappal tudunk bemenni, hát az jó. Akkor kitámasztuk dobozzal. Ó, yeah, megvan a feszítővasunk, szóval. Elvileg.
Nem, akkor... Ó, jel, sikerült kiszednünk a feszítő vasat, és most mágnessel elvileg. Ó, wow, fel tudjuk szedni, ez az, és most el kéne hűteni valahogy. Valahol. Csak én attól... Szevasz, szomszéd. Mindig olyan jókor tudsz jönni, imádlak, nagyon jó vagy, köszi szépen, nem baj, megyünk vissza, megszerezzük a feszítővasat, sőt, lehet addig már ki is hűl, bár nem hinném, de nagyon remélem. Itt van! Szerintem ez még eléggé, hogy is mondjam, meleg. Ja. Ha. És meg kell találni a fürdőszobát. Ó, yeah! Bent vagyunk! Miért kapcsolja mindig vissza? Ezt nem értem. Szóval... Yeah, itt a zuhany! Most rá kell engedni, vagy... Mi?! Hogy a francba jött be a szomszéd, mikor le van zárva az ajtó? Mi a... Nekem nincsen tusolóm amúgy. Ó, de van. Jaj, sikerült! Hát nem is kellett messzire menni, a saját házunkba is meg tudjuk csinálni. Ó, hasznosabb lesz ez a ház, mint gondoltam. Aha, hogy van, azon az ajtón is ilyen fa. Na mindegy, szépen csendben leszedjük. Nincs helyem. Doboz nem kell. Szék. Gyere vissza, doboz. Feszítővas. Ó, yeah! Leszedtük az ajtóról. Na most siessünk innen. Leszedtük az ajtóról a fát, és ezt a beszögelést. Yeah, most már! Most már valamit még valonnan le kell szedni, tuti, csak még nem tudom, hogy mit. Hó! Oh, yeah! Lássuk, működött-e a mi kis ajtózárunk. Működik. Tökéletesen működik, yeah! Ennyi, és be tudunk menni a nappali ajtón! Wow! Yeah, van még egy torta szeletünk. Ezt magunkkal visszük. Ha tudnánk. Miért nem tudjuk? Ja, vagy nincsen helyem. Ah, az jó. Gyere ide. Aha, még nem lesz helyem. Jó, akkor ezt ide lerakom addig. Ezt kinyitom. Ezt visszaveszem, és... Aha. mi ez az ajtó? Mi a franc? Ki tudtam nyitni az ajtót? Azt hiszem, hogy már ez is valami kell. Aha. Ó, szerintem ez volt az az ajtó, ami el volt tolva, szóval és nem tudtunk bejönni rajta. Wow, akkor ezt kitolaszoljuk, vagyis hát elpakolunk mögüle. Jaj, van lámpánk, végre van lámpánk, újjá. Igen, ezt is. Van lámpánk. Merre van amúgy a mi ház? Jaj, nem megyünk ki. Szóval merre van a mi házunk? Arra van. Jó, nem essünk ki. Ledobjuk a lámpánkat. Ha mi nem lennénk ennyire nagy atomhülyék, akkor megpróbáltuk volna rádobni a földre, és ledobni a földre, nem a sírre dobni. Nem már. Jó, megvárjuk a vonatot, hátra lelök, és akkor lesz lámpánk. Pedig én akartam lelökni. Aha. Itt ki tudunk menni? Jaj, kezdjük felfedezni ezt a házat, ezt a rohadt nagy házat. Jó.
Ide sem mentünk be még amúgy. Itt van egy zöld szoba. Oh, wow, tudom gitározni most már, yeah! Szóval! Való pedig tovább kéne jutni. Tudunk dárcozni? Oh, azt a rohadt, tudunk dárcozni, emberek, yeah! Oh, yeah! Ide ki ne pakolná azokat a dolgokat, amiket mutat a kép. De az... De annak semmi értelme sincs. De... Mindig, mármint ezt a gitárt látom abban a szobában, szóval ezt ide lehetne hozni. Yeah, itt a gitárunk. Ja, csak nincsen helyünk. Hát, az jó. Mindegy. Ezt leraktam oda. Tudjuk, hogy abban a szobában ott van az a veszítővas, ami kell nekünk. Itt a gitár. Honnan? Ah, itt a gördesz. Ó, hogy itt van egy csomó minden a környéken. Azt hiszem az egész játékból kellene szedni egy csomó dolgot. Vagyis idehozni. Oh. Yeah, akkor nem. Oh, wow. Igen, ott a gördeszka. Sapka. Aha. Honnan szerezzek én sapkát? Párna? Párna az van. Ó, yeah, megvan a lámpánk! Hú, aztán már elvesztettük valahol. Jó, többet nem csinálunk ezt, dobáljuk a lámpát. Szóval megyünk vissza, és megcsináljuk azt a rejtvényes dolgot is, és meglátjuk, hogy az mit csinál. Igen, és sapka. Aha, ez segített valamit? Gördeszka, megvan sapka, lámpa. Gitár és a párna is. Nem tudom miért, de valamiért nekem nem akar kinyílni, úgyhogy vegyünk tovább, csak nem olyan fontos, hogy kinyisson, bár nem tudom, hogy ha mégis kell, akkor a következő részben visszajövünk, de valamiért nekem nem akar kinyílni, pedig szerintem mindent jól csináltam, bár nem biztos. Engem meg fog ölni ezekkel a kamerákkal egyszer a szomszéd. Ha itt legfelülre megyünk legvégig, akkor itt van ez a szoba elvileg. Ó, igen, és itt van ez a kulcs, és valahogy elvileg meg lehet szerezni, hogyha ezt felkapcsolom. Mert valamit bele kell dobni, de azt nem vágom, hogy hogy, meg nem tudom, hogy ezzel kell-e valamit kezdeni. És jön megint a szomszéd, hogy rohadna meg. Ha! Mi a franc? Beledobtam a Beledobtam a cipőt. Nem már. Te meg takarodj innen, te hülye kamera. Mi ez? Liszt? Gyere ide. Nem jön ide. Nem, miért nem lehet levenni a polcról? Óra. Na. Ha. Oh, yeah. Ki van iktatva a kameránk? Aha. Azt jól felé dobtam. Wow. Nem vágom, hogy... bevágolt a kar. Hol volt ez a... Sikerült kinyitnunk! Wow! Oh yeah! Azt a rohadt! Nem tudom már melyik kommentben olvastam, de köszönöm szépen a segítséget! Wow! Van most már piros kulcsunk is. Na jó, szerintem meg kéne próbálni bejutni abba a szobába, ami ott lóg a semmiben. Rá kell még rájönni, hogy az mi a francot nyit ki, vagy az minek a generátora, mert ott van egy vezeték, ami... Hogy ez lejön idáig, itt bemegy a házba. Eljön ide. A hűtőig. A hűtőnek lenne a generátora? Van külön generátor a hűtőhöz? Mi a franc? Benne van valami kártya a fagyasztóban, nem már? Akkor azért kell kikapcsolni ezt a generátort, hogy meg tudjuk szerezni azt a kártyát, vagy kulcsot, vagy nem tudom. Hát az nagyon jó.
Akkor valószínűleg mégis valahogy le kell állítanunk azt a generátort, csak rohadtul nem tudom, hogy hogy, mert nekem nem nyílt ki. Ha valamit tudtok, akkor írjátok le kommentben, hogy mi a franc az, ami miatt nem tudom kikapcsolni a generátort, meg nem nyílik ki az a kapu. És akkor a következő részben kinyitjuk, meg leengedjük a hűtőt. Oh yeah. Itt mi van? Itt van egy feljáró. Meg ez a mágneses szar még mindig pörög és rohadtul idegesít. És komolyan ahhoz, hogy be tudjunk jutni, bent kell lennünk. Mármint, hogy ott van bent ez a branch, és amivel ki lehet nyitni ezt az ajtót, és így mi kívül vagyunk. Az jó, tehát valahogy be kell másztunk onnan fentről. Tehát valahogy ide fel kell jutnunk, de nem tudom, hogy ezzel a csővel biztos, hogy nem. Dobozokkal valahogy... Igen, hátrálunk egy pöppe. Hát pont ennyi, nem? Még többet. De így nem tudok kiszállni a vonatból, mert leesek. Vagy nem? Á, hogy rá tudok ugrani? Csőről nem lehet ráugrani valahogy amúgy? Szóval... Ha! Aha. Nem ide kell a földgömb? Várjunk, lehet ide kell a földgömb, mert ennek ilyen földgömb tartó formája van, szóval valószínűleg ide kell hoznunk majd a földgömböt. Oh, wow, na mindegy. Ah! Oh. Lefutottok a szomszédot, mi a franc? Wow. Azt a rohadt, de jók vagyunk. Ha. Semmilyen nem bagolok le a dobozról, és nem lök le a picsába. Esernyő. Ó, oh, elsőre rá sikerült ugranunk a csőre. Azt a rohadt, na ilyet még se csináltam, hogy valami elsőre sikerült. Wow. Hát igen. Onnan át tudunk ugrani a vonatról, csak az a kérdés, itt meddig tudunk felmenni? Eddig, aha. Innen rá tudunk ugrani a vonatra? Létezik? Hát, megpróbáljuk. Esernyővel végül is meg lehet próbál... nem lehet. Aha. Megpróbáljuk még egyszer. Nem baj, van még dobozunk egy csomó. Ha! Ah! 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 Ne! Ne! Nem lehet valamivel megölni ezt a szomszédot amúgy? Valami módszer csak van? Írjátok már a kommentbe, mert én nagyon szeretném, hogy végre békén hagyjon. Ó, oh, Istenem. Ez az, mutasd a se... Jó, hova tűnik ilyenkor a szomszéd? Én nem értem. Kisétál, elteleportál valami titkos átjárója valahova. Nem tudom, mindegy. Ha! Nem. Oh, wow, köszi a löketet, tesó. Mi a francia járkász itt egyfolytában? Dögölj már meg! Miért? Mindjárt meg... Nem lehet megölni tuti a játékban, de én megölöm valamivel mindjárt. Ó, oh, yeah, sikerült! Végre! Hú! Aha, és ezt most már ki tudom nyitni? Ó, oh, yeah! Hú! Nem ugrász, lemész! Valamit le kéne tenni, ami nem annyira kell. Ja nem, van helyem. Ah. Oh. De most vissza kell menni, meg... Nagyon jó, mindegy, visszamegyünk, nem érdekel. Ide lejövünk, kinyitjuk, és remélem ez tényleg kinyit. Já, most ha fel tudunk járkálni, anélkül, hogy szenvednénk. Oh yeah. Szóval itt az esélyünk, itt a kulcsunk, itt van minden.
lesz még mit csinálunk szerintem a következő részben, mit ne mondjak? Ha! Oh, yeah! Átjutottunk végre! Aha, és benne vagyunk egy lebegő valamiben. Yeah! Kinyitottuk a piros ajtót! És a piros kulcsos bejáratot, amihez kellett a piros kulcs. Mi a franc? Mi ez a kis ajtó? Úr... Akkor valószínű, hogy fel kell jutni. Hát kezdjünk neki, ez csak nem lesz olyan nehéz. Ne suttogj, mert idegesítesz! Ne! Az jó. Aha. Wow, eléggé jól haladunk. Azt, ezeket le tudjuk lökni? Ezeket nem tudjuk lelökni. Hát az, az nagyon jó. Aha. Rájöttem! Ki kell ütni ezt a korsót, hogy mit ez arról, és így fel tudunk mászni rajta, szóval... Van kalapács! Az nagyon jó! Jaj! Itt lehet, nem kellett volna leesnem. Hát az jó. Jó, ezt megpróbáljuk újra. Arra nem hiszem, hogy tovább kell menni valahogy. Aha, arra kell. Van kenyérpirítunk, az tök jó. Meg kéne várni, mi kiúrik a kenyér és kirepít minket, vagy mi a franc? Há, hogy nem kell semmit megvárni, egyszerűen csak bele kell ugrani. Hát ez nagyon jó. Na és itt hogyan tovább? Itt egy kard. Azt valahogy leké... Tévedtem, mégis erre kell tovább menni. Mi a franc? Itt van valami járat. Aha. Az jó, de itt nem tudok bemenni. Mik ezek a villogó szarok? Mi a szellemeim? Vagy valami segítő valami? Ők itt csuttog, de... De én nem, nem mindegy. Menjünk tovább! Jaj, elnéztem, hopp! mindegy, felugrunk még egyszer. Itt a kenyérpirító, gyere vissza, akkor esél le végig, kösz! Yeah. Nem! Aha. Yeah, újra tudjuk kezdeni. Akkor most tudom, hogy szaladni kell azon a polcon, mert le fog szakadni. Hát, de legalább figyelmeztetett volna előre, de nem, nem, itt a saját hibáinkból tanulunk. És ezen sietni kell. Fuss! Elvileg akkor már csak fel lehet odaugrani, lássuk. Yeah! Ez tökre tetszik ez a map, ez még valamennyire szerethető is. Wow! Azt a rohadt! Oh yes! Szóval haladunk! Úristen, mennyi kaja! Itt van biztos a szomszédnak a titkos kaja raktára, spájza. Igen, itt erre.
Aha. Valamit kattog a hátam mögött, ez nem tetszik. Oh. Hello, telefon! Hui! Ujj, ujj. Aha, itt valahogy fel kéne mászni. Nem hoztam magammal semmit, amivel fel tudnánk. Ó, nem már. Lentről kéne idehozni azokat a köcsögöket? Hello, telefon. Oh, yeah. Aha, kérlek, borulj oda valahogy. De lehetőleg úgy, hogy fel is tudjak rajtad mászni. Tökéletes. Na, állj meg, állj! Megállt. Nem állj lehet használni a dálcot. Mert akkor én megőrülök. Mármint, hogy dálcoztunk valamelyik szobában. Túljöttem, ó basszus. Szóval dálcoztunk valamelyik szobában is. Nem már, hogy ez... Fel lehet rá mászni. Azt a rohadt jó, akkor magunkkal viszünk párat. És megyünk, feldobáljuk magunkat. Ó, wow. Ha. Jaj, csak túlugrok, akkor lezuhanok a semmibe. Ha! Ha! Még kell egy. Ó, oh, yeah! Nagyon jók vagyunk! Ha, és erre van a nyíl! Oh. Oda kéne átjutni arra. Aha. És hogy? De lehetetlen oda átugrani, az lehetetlen, hogy oda át tudjak ugrani valahova, csak tovább kell, de arra mutat. Spé! Kijutottunk, jel! Yeah! Itt a hogy ezeken ugráltunk végig? Mi a franc? Kész van még egy ilyen achievementünk, vagy mi a franc? És ennyi volt. Exit. Wow. Szóval, hogy fel kellett kapcsolni a villanyt, az tök jó. Achievement unlocked. Up. Oh, menj már! Tudunk duplán ugrálni? Vagy duplát ugrani? Asztorot, mi a franc? Tudunk dupla, van dupla ugrásunk. Wow. Ennyi lett volna a Hello Neighbor Act 3 második rész, ez a folytatás már úristen elég régóta játsszuk, és elég sok mindent sikerült megcsinálnunk, sikerült ide is feljutnunk, megszereztünk egy új achievementet. Ha jól emlékszem, és hát nem azt, hogy jól emlékszem, hanem ha jól láttam, akkor ami a fogyasztóban van kártya, azzal tudunk bejutni az ajtón, úgyhogy a következő részben megszerezzük azt a kártyát a hűtőből, és bejutunk a titkos rejtek helyére. És most már csak kiderül, hogy mit rejteget a rejtek helyén. Oh. Szóval, ha tetszett nektek a videó, és tetszik nektek ez a sorozat, akkor adjatok egy lájkot, iratkozzatok fel. Ha esetleg még nem követnétek Instán, akkor kövessetek be ott is. Találkozunk legközelebb, addig is, sziasztok!